Mi a tapasztalatuk a egyház házasságról szóló tanítása? Mennyire régi módi? Sokan vádolják ezzel. Elsőre, amikor fiatal emberek voltunk, akkor azt gondoltuk, hogy az egyháznak valóban régi módja a tanítása, és hogy ez nem az a mi modern világunkban valójában nem mond már nekünk semmit. És az életünk során rengetegszer megtapasztaltuk azt, hogy az összes tanításnak úgy van értelme, hogy az embert nem korlátozza, hanem valójában védi azokkal a problémákkal szemben, azokkal a butaságokkal, hülyeségekkel szemben, ami sokszor tudatlanságból követel, és amik megrontják utána a személyes életét is, meg hát ugye a házas életét is. Mi elég sok mindenen keresztül mentünk ide a házasságunk során, és főleg annak köszönhetően, hogy előtte 8 évig együtt voltunk, és ez a 8 év, ez nagyon hatott később a házasságunkra is. Mind a ketten az ELTE bölcsészkarára jártunk, és ott teljesen ez a liberális gondolkozás az egyértelművé tette, hogy ezzel a egyháznak a kőkorszaki tanításával semmiképpen nem tudunk azonosulni. És aztán a házasságunkat azért nagyban köszönhetjük a nagyon-nagyon sok embernek az egyházból, hogy még mindig működik és együtt van. És tényleg a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy az egyház tanítása az egyetlen egy járható és működőképes út a házasságban. Igen, és hogy az ember sokszor nem érti azt, hogy miért van bizonyos tanítás, vagy miért van bizonyos ugye, irányelv. És hogyha később mindig, amikor ilyesmiket találkoztunk, tehát mint hogy atya azt kérte tőlünk, hogy amikor összeházasodunk, akkor azelőtt próbáljuk meg egy fél éven keresztül ugye önmegtartóztató életet élni. Nem értettük, hogy miért. Hát amikor meghoztuk ezt a döntést, akkor már miért ne lehetnénk egyet. Úgyis össze fogunk házasodni, hát mi ebbe az olyan nagyon különleges dolog. És később értettük meg, hogy ez az lett volna ennek a funkciója, hogy megszakítsa azt a rossz beidegződést, meg azt a rossz berögződést, ami azokat a rutinokat, amik kialakultak az együttérés során, amikor egy alacsonyabb szinten valósult meg az elköteleződés. A házasságon meg egy magasabb szinten valósul meg, viszont ez a korábbi berögződések ezt a magasabb szintet majdnem meghiúsították. Tehát Ha sikerült volna betartani, vagy nagy segítség lett volna ez a 6 hónapos abszinencia abban, hogy könnyebben tudjuk újra kezdeni, vagy egy újabb szinten tudjuk kezdeni a kapcsolatunkat. És ami még fontos, hogy a Tamás újságíró és nagyon, nagyon napra készen követi a legújabb kutatásokat, a legújabb statisztikákat, és a 10-20 év alatt egyetlen egy olyan statisztikát, vagy kutatásra nem találhatott, agykutatás, hormonkutatás, társadalomkutatás, szociológiai felmérések, amely az egyház tanításával ellentétes lett volna. Tehát, hogy minden alátámasztja azt, hogy ha nem úgy csináljuk, ahogy a Jóisten kitalálta, és ahogy megmutatta, hogy működőképes egy házasság, hogy működőképes egy kapcsolat, akkor magunk ellen teszünk. Tehát ez egy olyan kincs és olyan emberi tapasztalat sűrűsödik össze az egyház tanításában, ami páratlan. Tehát az embernek ezt használnia kell, és ezzel jobb, ha él. Még mondom olyankor is, hogyha elsőre nem feltétlenül nyilvánvaló az értelme, hogy miért. Később ki fog derülni, hogy ez valójában az embernek a javát. Tehát nem, ezek nem korlátozó dolgok, hanem sokkal inkább a védőháló, ami megóvja az embert a nagy zuhanástól. Az emberek többsége azt hiszem, hogy azért okos és elolvas tanulmányokat, és elolvassa a tanulmányban, hogy a boldogtalanság, a hűtlenség, a intimitás hiánya okozza a válásokat, aztán boldogtalan lesz, hűtlen lesz, és nem ápolja az intimitását. Ez miért van így? Tehát tudjuk, hogy ez okozza a bajt, és mégse. Gyarló emberek vagyunk mindahányan. Tehát, hogy tudjuk a jót, törekszünk arra, de hát elbukunk. Egy ilyen világban élünk. Tehát egyelőre még nem a paradicsomban vagyunk, de viszont az, hogy mindig van felállás, mindig van gyógyulás, a Jóistennek az irgalma az mindennél, minden bűnnél nagyobb, azt viszont megtapasztalja. És az is egy nagyon nagy tapasztalat az én gyengeségem, hogy igenis rászorulok a kegyelemre, és hogy nem tudok mindent a saját erőmből megoldani. És ez is egy fantasztikus nagy segítség az ember életében, mert
mert az se tesz jót az embernek, hogyha túl elbizakodottá, vagy túl öntelté válik. Igen. És mennyire kell beszélni a szexualitásról egy házasságon belül? Ugye régen ez tabu téma volt, most meg végül is rengeteget beszélnek róla, csak mintha nem a lényeget mondanák. Igen, ezen én is nagyon sokat gondolkoztam, hogy házaspár, tehát a két ember között, a házaspár között mennyire fontos, mennyire szükséges erről az egész kérdésről beszélgetni. És ugye, mert ez valóban tabu volt. És ugye nyilván ennek is meg volt az oka, hogy ez miért volt, vagy miért nem beszélték, ezt nem látom, még nem értem pontosan, hogy ez miért volt így. De tény, hogy a 68-as szexuális forradalom ez radikálisan átformálta, és egy olyan beszédmódor honosodott meg a szexualitásról, amik viszont nem tükrözte semmilyen módon az embernek a javát, az antropológiai valóságát, meg hát ugye ennek alapján az egyház tanítását sem. Tehát, hogy mondjam, az egyház lépéskényszerbe került, meg hát ugye a házaspárok is lépéskényszerbe kerültek, és erre válaszként fogalmazódott meg aztán II. János Pálnak a testteológiája, ami egy óriási gyöngyszem, hát ami valójában még mindig nem fedeztük fel teljes egészében ennek a tanításnak, az emberi testről, az emberi szexualitásról való tanításnak a mélységét. Tehát ugye kellett ehhez az a szexuális forradalom, aminek az ellenhatásaként, vagy hát kiegészítéseként, vagy magyarázataként, a II. János Pál ezt megírta, és igen, azt gondolom, hogy mivel a világ ellenséges, és a világ betüremkedik a házasságba, és tehát nagyon sok olyan erő van, amelyik szétfeszíti ezeket a kapcsolatokat, és erről beszélni érdemes. És pont ilyen az intimitás, tulajdonképpen majdnem mindenhol, minden fiatal férfi életében egyszer valamilyen szinten megjelenő pornográfia kapcsán is, hogy milyen elképzelések alakulnak ki a fejében arra, hogy mit jelent a szexualitás. Szóval ezeket érdemes átbeszélni. Hát igen, már azért megvolt a leges legelején is, tehát már Szent Pál és az egyházatyák is beszélgetnek arról, hogy a szexualitás igenis egy jó dolog, és az a Jóisten ajándéka. És ez az, amit el akart venni a világ, és ő akarta megmutatni, hogy mi a jó. És az egész egy romhalmazzá vált. És az, hogyha visszanyúlunk arra, hogy igazából a Jóisten micsoda értéket ajándékozott vele ezzel a házaspároknak, az embereknek, akkor a igen, hogy micsoda erő és micsoda érték, igen, tényleg micsoda gyöngyszem. Tehát akkor erőre élik, hogy ha jól élni, meg akkor így ragasztja össze a párokat, ha meg rossz, akkor meg így nyomja szét őket. Ugye három dolgot fogalmazott meg II. János Pál, hogy is van ez a tanítása? Ez egy háromlábú székként jellemezte a szexualitást, aminek három funkciója van. Az örömszerzés, ugye ez nyilvánvaló, ezt a maikor ezt túlhangsúlyozza. A gyereknemzés, amelyikhez szervesen kapcsolódik, bár ugye erről is megfeledkezünk, és ez hogy szeretet kifejezés, hogy ez arra való, hogy az ember a kapcsolatát építse benne, a egymással való kapcsolat. Ez egy szeretet kifejezés eszköze. És azt mondta II. János Pál, hogyha a három láb közül bármelyiket kivesszük, akkor az a szék fel fog dőlni. És az azt jelenti, hogy a másik két láb is sérülni fog. Tehát, hogyha én ezt nem szeretetből, tehát nem önátadásból végzem, akkor egyedül után maga, tehát el fog tűnni a jó szex. Tehát olyan nincs, hogy csak jó szex van és semmi más, mert az egyedül után nem lesz jó szex. És ugyanígy a másik két láb is. Tehát, hogyha csak arra koncentrálok, hogy most már pedig gyerekünk lesz, akkor eltűnik az intimitás, eltűnik a szeretet, csak minden eltűnik belőle. Tehát ez a három így képez egységet. Ezt nem szabad külön választani, mert akkor borulékonyá válik az egész, és minden sérül. Nagyon sok ember kapcsolaton belül is önkép zavarral küzd. A helyes önértékelést mi segíthetné elő egy kapcsolaton belül, hogy ki vagyok én? Vagy ott már csak mi vagyunk? Jó kérdés. Én a Tamástól tanultam meg, hogy ki igen. vagyok. Én meg a Zsófitól, tehát az nekem óriás, nagyon-nagyon sokat segített abban. Egyrészt, hogy megtaláljam a férfi mi voltam. Tehát a Zsófi volt az, aki kiszerette belőlem a férfi. Tehát még valójában, amikor megismerkedtünk, hát még nem voltam érett férfi, még fiúként kerültem bele ebbe a kapcsolatba, és még sokáig úgy is éltem, meg úgy is viselkedtem. Nem gonoszságból, meg rosszaságban, hanem egyszerűen ilyen nem történt ez meg, és a Zsófinak a szeretete volt az, ami végül is a férfiúvá válás útján elindított, mert ez nem egy természetes folyamat, ez egy vállalás, amiben az ember szépen leteszi a voksot, a kötelességei és a vállalásai, az elkötelezettségei mellett, és ebben nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Zsófinak.
És érdekes, mert 6 gyerekünk van, és mind a 6 gyerek más és más vonását tükrözi az embernek, és más tükröt mutat. Úgyhogy az ember minél több ilyen szeretett kapcsolatban él, annál gazdagabbá válik az egész önismerete, meg az egész szeretetre való képessége. És hogy látják, természetes dolog még a családalapítás? A mai fiatalok erre még úgy természetes módon készülnek, vagy nógatnunk kell őket, tanítanunk kell erre? Én azt mondom, hogy az alapvető vágy arra, hogy engem mélyen valaki szeressen, nagyon mélyen elfogadjon, az minden ember szívében ott van. Tehát ez kiirthatatlan. Az, hogy erre rátelepszik, rá belepi, mit tudom én, sokszor a bűnös életmód, vagy életmód, vagy sok minden más dolog, a szomorúság, csalódások, nagyon-nagyon sok minden. Ennek a mélyén még mindig ott van az a vágy, hogy engem valaki úgy szeressen és úgy fogadjon el, ahogyan én magam vagyok. Nyilván ezt egyről az Isten tudja teljes egészében megadni. De az Isten után a legnagyobb nyugalmat, meg a biztonságot az embernek a család adja, és a házastársa. Tehát az a kapcsolat, ez olyan kapcsolat, ezt úgy értettem én meg, hogy az isteni szeretet fejeződik ki abban, annak a mintájára született meg a házasság, a házastársi kapcsolat. És hogy ennek a mélysége, az ilyen mélység, és az ember arra vágyik, hogy mindenki, minden ember arra vágyik, hogy valaki nagyon-nagyon szeresse és mélyen elfogadja. Hát szerintem egy társadalomnak a sérültségéről tanúskodik az, hogyha az emberekből sikerült ezt a vágyat kiölniük. Nem sikerült szerintem, csak annyira, csak, igen, szóval annyira belepte, igen, a lelki mélyén, csak úgy tesz, minthogyha, igen, vagy hát fél megmutatni. De szerintem ez a vágy, ez mindenkiben ott van.